Ami elég furcsa nekem, hogy első osztályban negyedik nap házi feladatot kapnak, de mindegy, segítek neki. Pár év múlva úgyis az igazolásait fogom hamisítani. Ez a nap sem volt annyira élménydús, mint például a tegnap előtt és az előtti nap. Ilyen általános dolgokat intéztem el, mint a telefonszámla befizetése, akkor rendet raktam a szobámba, évente egyszer azt is kell. Egy cégnek mi fogjuk csinálni a reklámfilmjét, amit holnap fogunk leforgatni, és ezzel kapcsolatban egész nap ilyen konzultációkon voltam, úgyhogy ezt kellett megtárgyalnunk, és ez elég unalmas lett volna. Viszont nagyon sokan kérdezitek, hogy hogy működik a drón, mert ugye minden videómban látok drónfelvételt, úgyhogy arra gondoltam, hogy most, ahogy jövök hazafele, megmutatom, hogy hogyan is működik ez a drón. Igazából egy drón működéshez három dologra van szükség, egy iPadre vagy egy telefonra, igazából tök mindegy, hogy androidosnak kellnie, vagy iOS-nek, egy távirányítóra, meg kigondoltam, hogy valamivel irányítani is kell a drónt, ezen kívül ez nem olyan fontos dolog, de még a drón is itt van, tehát erre is szükség van. Szóval, ez a drón ez úgy működik, hogy itt van benne egy aksi. Ennélkül tök könnyű a drón, ott belül csak egy nagy lyuk van, ki van tágulva. Szóval betömjük a lyukat. Kb. Egy 25 percet tud elrepülni ez a drón egyébként folyamatos repüléssel. Ha bekapcsolom, akkor a kamera elkezd pörögni. Jaj. A kamerának az a lényege, ez a nagy szerkezet itt azért van egyébként, mert akárhogy mozog a drón, a kamera az mindig előre felnéz, tehát ez a kamera, ez folyamatosan előre néz, tehát akárhogy fordulok vele, megállok vele, indulok vele, ti ezért látjátok ilyen szép egyenletesnek a felvételt, mert a kamera az mindig arra felnéz. Le kell tölteni egy alkalmazást a DJI-nak, ez egy Phantom drón egyébként, ezt még nem mondtam, le kell tölteni egy alkalmazást hozzá, itt se. Sem látszódik. Nagyon jó. Nem baj, nem baj. A lényeg, hogy az iPad-en én látom az meg kalibrálni kell. Szóval az iPad-en én látom az élőképet, tehát amit a drón most lát, azt én itt látom. Ezzel kezdem a drónt, ezzel föl, le, ezzel így forgatom a drónt, ezzel pedig így megyek és így döntöm a drónt. Ezt is sokszor kérdezitek, hogy ha elveszti a jelet, vagy már nem találom a drónt, mert olyan messzire elmegyek, akkor mi történik? Megjegyzi a helyet, ahol felszáll, tehát GPS alapján repül. Hogyha felszállok vele valahol, akkor ott mindig tartja a pozícióját. Tehát ha most elindulok vele messzire, megállok, akkor ott tartja a GPS alapján a pozícióját. Ha eltűnik, elvesztem a jelet, vagy bármi történik, lemerül a távirányító, a drón már majdnem lemerül, akkor ezt tudja magától, és visszarepül ide a helyére, és itt leszáll. Akkor beindul a drónocska. Itt az erotikus női hang jelzi nekem, hogy... Barátnő. Hát most... Köszi, Rózi. Jó. Igen, a barátnőm jelzi nekem, hogy elmentette a drón pozícióját. Nyomok egy kis gáz neki. Akkor a drón felszáll, és ott tartja a pozícióját, tehát nem repül el emelre. Ha ide fordítom, kicsit ott felénk jönni. Ez a drón kb. Olyan 80-90-nel tud menni, picit repkedek itt Vác körül, utána pedig jövök vissza ide a kézi kamerára. Vissza a stúdióba. Oké, hát az az igazság, hogy lámpa. Ma is egy picit elhavazódott a napom. Ugye napközben most az, hogy ott ülünk és beszélgetünk arról, hogy milyen legyen a film, meg hogy tervezzük a filmet, 5-6 órán keresztül arról nem tudok semmilyen filmet csinálni. A terve az volt véve, hogy miután hazajövök délután, folytatom a stúdiót és végre leverem a falakat, vagy hívok egy barátomat, hogy segítsen és együtt leverjük a falakat. Idáig ma se fogok eljutni, ugyanis most szóltak anyu még, hogy elmennek valahova 2 órára és a pannára kell vigyáznom, a gombra.
Mivel anyuka nem látja, így ilyenkor minden szabad. Na. Nem mondd a anyának. Nem mondom. Órára vigyázzunk kell Pannára, és mondták anyamék, hogy csináljuk meg a házi feladatát. Ami elég furcsa nekem, hogy első osztályban negyedik nap házi feladatot kapnak, de mindegy, segítek neki. Pár év múlva úgyis az igazolásait fogom hamisítani. Mióta jársz iskolába? Hány napja? Azt nem tudod, jó. Négy. Ez a negyedik, úgyhogy három. Az a vagy. Azon alszom. A könnyebbet vagy a nehezebbet előbb? Nehezebbet előbb utána. Vagy te melyiket akarod? Nekem minden. Mi a feladat? Rajzold át halvány vonalakat grafittal, színezd ki a képet, a felhőket kékre, a fákat zöldre színezd. Ez a fa? Az. Nem. Ja, jó, hülye vagyok. Na. Irántam a vonalból. Az nem baj. Van radírod? Aztán. Ma kérdezte a szerepattársam, aki egyébként nem is szeret engem, hogy mit csinálok ezzel a radírral, amit előbb mutattam. Igen. Én mondtam, hogy ez a radírom, és ő mondta elég csúnya, hogy ja. De azért öztünk most össze, mert kérdeztem, hogy nincsenek-e ilyen könyvei. Aha. És mondta, hogy kiabálva, hogy neki nincsenek még könyvei. És miért kiabált? Nem tudom. Eszter? Eszter. De rossz vagy Eszter? Kapsz jegyet, vagy piros pontot kapsz még? Piros pontot, amit piros ceruzával is ír előre. Ja, igen, ott van. Na, Panna, erre figyelj. Ez. Megnézem, de erre figyelj. Megnézem, de arra figyelj. Le kell rajzolni a családom. A családod? Aha. Ó, elkezdted már? Aha. Ez anya, ugye? Vagy te vagy? Anya, én. És, ja, és utána ki jön? Apa, és te. Én vagyok a negyedik. De jó. Ha most gyerekpszichológus lennék. Amma, olla, olla, umma. Mi ez valami rap? Mi az, hogy rap? Ez. Nem rap. Ja, az egy zenei stílus. Még nem tudod. Majd meg tudod. Majd megtanulok. Így van. Abban még nincsen. Nyomjad, Panna, sok a duma. Nyomjad, minél kész legyen. Ügyes vagy. Holnap milyen óráid lesznek? Szerda. Matek, olvasás, írás, ebéd az milyen óra? Azt nem tudom. Ez nem óra. Ötödik óra. És lesz egy éneked. Cili nénivel? Van nem. Már 6 órán? Aha, de ott nem veszek. Miért ne? Anya elvisz. Helyes. Nem bírom ki. Hát 6 óra elsőben ne idegesíts vele. Neked hány órád volt? Nekem? Elsőben nem tudom. Középiskolában vagy anya, mennyit akartam. Majd neked is annyi lesz, nehéz volt. Na, nyomatjuk a kamu igazolásokat. Már. Orvosi pecsét tintába mártad 20 forintossal. Hagy tanuljon. Na, ügyesen? Mi, ezt most tanultad? Melyiket? Sisra. Nyomjad. Hát esküszöm. De mióta tudsz így fuljálni? Ha múltkor még csak fújogattad hangos, hogy idegesíts vele. Hogy fújtatom, hogy idegesítettél vele? Igen. A fények nem a legjobbak itt a lakásomban, úgyhogy sajnos ennyi jutott. Nem sokára a kész a stúdió, akkor ott minden ilyet le fog tudni bonyolítani. Remélem, hogy nem mondod el anyának, hogy mennyi chipset ettél vacsora előtt. Én vagyok a hülye. Ez már a második videóm volt a hugommal. Remélem, hogy... Harmadik. Miért már csináltunk videót? Elsőnek velem csináltad, tudod, amikor kihasztál az oviból. Tényleg, de hülye vagyok. Hát a legelső videómban mentem érte oviba. De hülye vagyok. Akkor ez már a harmadik videóm, amit a Pannával csinálok. Nagyon sokszor nem vigyázok rá, mert anyumik vigyáznak rá, nagyon ritkán kell nekem rá vigyázni. Viszont ez most így alakult. Ne felejtsetek el feliratkozni, és... Itt tudjátok követni a Vagyist Instagramon. Igen, csak itt. Instagram. Nem tudom. Na, próbáld meg, Instagram. Instagram. Na, jó az. Instagram. Ez az, nagyon ügyes vagy. Tehát ott tudtok Instagramon követni, holnap pedig találkozunk, sziasztok! Sziasztok!